A járványra való tekintettel december 9-i ülését is online tartotta az EGRI civil kerekasztal. A jelenlegi helyzetben való működésükről fogunk beszélgetni a Soros elnökkel, Badacsonyiné Bohus Gabriellával. Sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szóval akkor beszéljünk erről, hogy ebben a furcsa helyzetben, a járványhelyzetben hogy is működik, vagy működhet a kerekasztal. Szeretettel köszöntöm a nézőket, és hát köszönjük a lehetőséget, és hogy valóban be tudunk arról számolni, hogy a civilek ebbe a nehéz járványügyi helyzetben is hogyan próbálják a közösségüket azért összetartani, mi ennek a módja, lehetősége a kapcsolattartásnak, és valóban, hogy ez működik, vagy nem működik, és hogy a feladatainknak hogyan tudunk eleget tenni. Az előző hónapban már volt egy ilyen sikeres, úgymond Zoom konferenciánk, illetve ülésünk, és ez volt most a második ilyen alkalom, és azt kell mondanom, hogy a 45 civil kerekasztal tagból 25-en képernyő előtt voltak. Hát ugye nem egyszerű összehívni magát a kerekasztalt, nyilván, hogy van olyan, akinek ez esetleg nehézséget okoz, vagy más tette a távolmaradását, de 25-en, tehát úgymond szavazóképesek és valójában érdemben hozzászólók ott ültek. Meg hát gondolom koordinálni sem olyan könnyű, mindenkinek jó legyen egy adott időpont, ugye? Hát azt kell mondani, hogy az adott időpont az adott, ezzel a nem büszke nyelvfordulattal vagy szófordulattal élve, ugyanis mi egy éves munkaterv kapcsán dolgozunk. Évelején, február végén van minden évben a civileknek egy civil fóruma, ahol több mint 100 szervezetből választódik ki az a 45, aki egy éven át a kerekasztalként működik tovább, és magunk mögött tudhatjuk ezt a nagyon számottevő civil hátteret. Az ő érdekük, illetve az ő munkájuk az, amit mi ott megbeszélünk, mi ez a munka. 12 szekció alkotja tulajdonképpen a kerekasztalt, a jogi érdekképviselettől kezdve a sport, az egészségügy, idegenforgalom, kultúra, környezetvédelem, ifjúsági szekció a teljesség igénye nélkül, akiket nekem, mint ugye éppen soron lévő elnöknek össze kell hoznom és koordinálnom. A jelen ülésünknek a legfőbb témája az volt, hogy hát bizony nem könnyű érdemben összehozni, hogy ebben a nagyon nehéz évben kik voltak azok, akik mégis önkéntesként egész évben a közösségért, a városban élő emberekért dolgoztak, tettek. A mi feladatunk most az volt, hogy begyűjtsük a javaslatokat. Minden szekcióból egy szekció úgymond önkéntest javasoltak. Ebbe a civil kerekasztalnak nincs beleszólása, hisz maguk a szekciók látják a tevékenységet, és ebből kialakul egy névsor. Ezt fogadtuk el, itt nem szól bele a civil kerekasztal. Ennek az átadása és megünneplése, mert végül is ez mindig egy civil randevú követi, hát sajnos ez a randevú elmarad, és úgy gondoljuk, hogy majd valamilyen online formába sikerül ezt majd januárba megvalósítanunk, ahol végül is mindenkire fény derül, hogy kit értettek az alatt, és kit éreztek azzá, hogy jó munkát végeztek. Ez egyfajta elismerése ugye az éves munkának. Igen, így van, tehát mindenki a saját területén, és nem csak a szűk közösségért, hanem az egyik szempont az, hogy a városban élő lakókért is, illetve hogy tudjuk ezt a városon kívül is prezentálni, hogy ezek a közösségek hogyan élnek, és tényleg egy más képet és egy más arcot adni. Mert attól kerek a városunk, hogyha az itt élők ezt úgy érzik, hogy jó benne lakni. Tehát ez volt az egyik. A másik az egy picit nehezebb volt, mert itt már közben kikapcsoltuk ezt
ezt a zoomos konferenciát, és vissza kellett lépni az adásba, ami nem mindenkinek sikerült, valljuk be őszintén, tehát nem egy egyszerű dolog. Itt pedig erre is majd csak, mert civil zoomos konferencián és randevún kerül majd sor, hogy ki az a év vállalkozója, aki segíti a civilek munkáját, nem csak az egyesületekben vagy a civil fórum tagjait, hanem áttétesen a városban lakókét is, de úgy kell mondani, hogy mégiscsak civil közösség által vele és együtt, és mi ezt érdemesnek tartjuk. Na, hát ez nem volt könnyű. Ugye egy bonyolult levelezést kellett nekem, mint elnöknek végrehajtanom, ugyanis ugye ki kellett küldenem a civil kerekasztal tagjainak azt a jelölést, amit a tagok beküldtek. És akkor ezt követően ők már a saját kis szekciójukon belül eldöntötték, vagy javaslattal élhettek. Akkor bejött több név, de hát nekünk van egy civil kódexünk, ami írásba foglalja, hogy mi szerint tevékenykedünk. Hiába vagyunk civilek, azért a nagyvilágban nem lehet dolgozni, tehát szabályok között zajlik a mi életünk, és ennek megfelelően több ajánlás volt. Magához a civil kerekasztalhoz pedig már csak 3 kerülhetett be, amiből egyet kellett kiválasztani. Na most, amikor ez azért egy picit élőben megy, legfeljebb ugye titkos szavazás, kis cédula, megszámoljuk, na most azért ez képernyőn keresztül nem egy egyszerű dolog, és ugye e-mailben ment a szavazás, én magam és egy társam volt az, akinek az e-mail címe meg volt adva, mindenki oda elküldte, egymástól függetlenül vártuk a beérkező e-maileket, megszámoltuk, és aztán felszállt a füst, és azonos eredmény jött. De ugye ez így korrekt, mert ezt azért elvárja tőlünk ez a közösség. Ugye itt egy pár dolgot már említettünk a programokkal kapcsolatban, de milyen programokkal készültek idén? Hát ebben az évben a legfontosabb volt, és ami szerencsésen szeptemberre esett, ugye ez az Eger civil ünnepe volt, ami a Szépasszony völgybe közösen került megrendezésre a Szépasszony völgyi rendezvénnyel. Ez egy új helyszíne volt a civileknek, korábban bent a városban, érsekkel dobótér, tehát mindig más hely, más alkalom. Ez egy rendkívül jól sikerült dolog volt, nem beszélve arról, hogy maga ez a civil közösség ebben az évben a 25 éves tevékenységét ünnepelte. Régi alapító tagok is itt vannak közte, fiatalon kezdték, és még ma is fiatalok. Valójában azt kell mondani, hogy a korosztálynak a lendülete tartja, úgy gondolom, nagyon jó életbe ezt a civil kerekasztalt. Mindamellett szeretnénk az ifjúságot bevonni, nem olyan egyszerű. Ugye mások ma már az érintkezési formák. Lehet, hogy vannak egyesületek, amik a fórumra eljönnek, és egy szekción belül tevékenykednek, de azt, hogy minden hónap első szerdáján délután civil kerekasztal ülés van, az valahogy olyan nagy kötöttséget jelent, pedig hát ez egy hónapban 12 alkalom, bocsánat, egy évbe, elnézést. Tehát ez megoldható lenne, de hát majd próbáljuk ez irányba is még jobban a tevékenységünket kifejteni, mert ugye ott vannak az önkéntesek, ahogy említettem, az egészségügybe. Ott vannak a kulturális szekció, ami különféle rendezvényeket tart. Gyerekeknek nagymama séták például az unokákkal, tehát ugye a fiatalokat, de jelen vagyunk egy-egy középiskolának valamilyen rendezvényén is, de ugyanakkor a civilek saját magukat is szórakoztatják. Tehát ugye ez ennélkül nem megy. Nyilván, hogy e közeg a saját értékrendjét közvetíti egymásnak. Talán azt kellene mondani, hogy ebben még a 25 év ellenére van mit tennünk, hogy jobban megismerjük a másik tevékenységét. Hát
beszélhetnénk még a jövőről is. Én abban bízom, vagy azt gondolom, hogy az idei tapasztalatok, ami a járványhelyzettel kapcsolatos, azok a jövő évi programokkal kapcsolatban legalábbis az év elején hasznosak lehetnek, és aztán bízunk benne, hogy visszatérünk a normális kerékvágásba, és akkor személyesen is újra tudunk találkozni a Zegri civil kerekasztal működésével. Gabika, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, sok sikert kívánunk. És ha már itt vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánjunk, és sok erőt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, és tolmácsolom a többieknek. Köszönjük szépen. Jókolom.